Köszöntöm Önöket Szivárvány magazin műsorunkban. A város napjára hangolódva ünnepi istentiszteletet tartottak augusztus 31-én vasárnap a református templomban. Ezután rövid megemlékezés következett a templom külső falán található domborműnél. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, Pál apostol szavaival hirdetett igét sütő Dóra a református templomban, 408 év távlatába visszatekintve méltatta Bocskai István érdemeit, szólt a fejedelem rendíthetetlen hitéről. Gondoskodott hős hajdúiról, és adott nekik földet, birtokot, várost és megjelenést. A nemzetnek pedig a győztes szabadságharc után békességet is. Ez az említett adománylevél is egyfajta szövetségkötés volt. Bocskai egy hívő ember volt, igaz és igazi református. A Bibliát, Isten kijelentett szent könyvét, többször is elolvasó és értelmező fejedelem, aki nem csak magának tartotta meg gondolatait, hanem prédikált és bizonyságot is tett a katonáinak. A fejedelem portréját ábrázoló dombornőnél Csénagy Zoltán, a bocskai hagyományőrzők elnöke, utalta a település több mint 1000 éves múltjára, majd a hajduk 408 évvel ezelőtti letelepítéséhez kapcsolódva hangsúlyozta az akkor kiépített hajdupalánk fontosságát. Ez a védelmi rendszer a város tovaterjesztéséig 200 évig fennmaradt. A hajdúszoboszlói kör tiszteletbeli elnöke beszélt arról is, hogy a rendszerváltás küszöbén egy civil közösség emlékezett meg éppen 25 évvel ezelőtt az adománylevélről. Azt követően javaslatukra a városvezetőség hajdúszoboszló ünnepnapjává nyilvánította szeptember 2-át. Hajdúszoboszlón elsőként megalakult a hajdúszoboszlói kör, civil szervezet, mely a helyi haladó hagyományok őrzését, gondozását, történelmi jelképeinek, kulturális értékeinek feltárását vállalták. Megmozgatták a társadalom párton kívüli rétegeit is, számos kezdeményezés részesei voltak, amik azóta is fennmaradtak, önkormányzati döntések által realizálódtak, társadalmilag megszerveződtek. Az első szeptember 2. ünnepséget is a hajdúszoboszlói kör és az azt követők rendezték meg. Itt éppen a városháza előtt. Az elsőn a városi tanács vezetővel visszahelyeztették a hajdúk letelepítésének 300. évfordulója képviseleti emléktábláját, mit korábban a padlásra dobtak, majd múzeumba raktak. Ez szeptember 2-án, itt a városháza előtti ünnepségen nagy embertömeg előtt valósult meg. A megemlékezést koszorúzás zárta. A városi önkormányzat nevében Marosi György Csongor, a hagyományőrzők nevében Csénagy Zoltán helytörténész és Kis József Zoltán tag, a református egyház nevében Cseke Sándor presbiter testvérünk és a hajdúszoboszlói olvasókör nevében Fazekas Csaba alelnök helyezik el az emlékezés koszorúit.